Köszöntöm nézőinket a mai ismerős vendége, Schubert Péter. Péter, én azt hiszem, hogy ön nagyon különleges módon lehet ismerős a nézőknek, hiszen amikor a kezünkbe veszünk, egy Tasakot, ami éppen virágmagokat rejt, vagy éppen kibontunk egy bort, és azon van egy címke, és még sorolhatnám, akkor talán eszünkbe se jut, hogy ezt valaki csinálta. Nos, hát ön jó pár éve ezt csinálja, grafikus művész, talán mondhatom így, de majd ön el fogja mondani, hogy pontosan mi is ez az ág, amit ön képvisel, és ami az apropója lehet még ennek a beszélgetésnek, hogy április 11-én nyílt, és május 25-éig látható az a kijelentés, Állítás, amivel tulajdonképpen talán ön az 50. születésnapját ünnepli, hogyha fogalmazhatok így. És hát gondolom azért, hogy ez egy visszatekintés, lezár egy korszakot. Különleges tehát ez a tárlat, mit láthatunk ott, és mi is az, ami igazából önt érdekli, amivel ön foglalkozik. Az alkalmazott grafikai hívják ezt a műfajt. Én nem is nagyon írom én hozzá, hogy grafikus művész. Én azt írom hozzá, hogy grafikus. Az alkalmazott grafikának a, a művészi része, hát ha százalékokba akarnám kifejezni, akkor körülbelül olyan 50 százalék alatt van, amíg a kép grafikus vagy a festőművész azért azért közelít a 100 százalékhoz. Ez alatt azt értem, hogy ők azt festenek, amit akarnak, azt rajzolnak, amit akarnak, és amihez kedvük van, és ha valakinek nem tetszik, az a magánügye. Egy alkalmazott grafikusnak bizonyos közönségízlést kell kiszolgálni. Tehát én nem rajzolhatok olyan grafikát, ami nekem tetszik, mert nem fogják megvenni a bort, vagy a könyvet, vagy a, a csomagot, vagy a terméket. Tehát valamilyen módon követnem kell azoknak az embereknek az ízlését, akik, a fogyaszt, akiket mi fogyasztóknak nevezünk. Ami a művészet, hogy ezt ebbe, hogy ezt lehet úgy csinálni, hogy bizonyos fokig az ő ízlésüket is nevelhetem. Tehát rákényszeríthetem bizonyos módon őket arra, hogy hogy... A szebbet a, az igényesebbet választák valamiből. Péter mikor kezdett el érdeklődni ez ágiránt, ami bevallom őszintén számomra nagyon különleges, és tényleg a kiállítás anyag kapcsán kezdtem el én azon gondolkodni, hogy hát úristen tényleg ez is vizualitás, ez az, ami körülvesz minket nap, mint nap, és tényleg hát nem is jut eszembe, hogy e fölött valaki mennyit dolgozhatott. Ez egy kacskaringós út. Az én eredeti szakmám szilikát vegyipari gépész üzemmérnök, és én a diplomámat kőolajfinomításból írtam, százhalombattán. Egybevág. Hosszú évekig dolgoztam iparba, hát nem van nagyon hosszú, de jó pár évig, itt a szexaditei üzembe, TMK-ba, és egy teljesen véletlen folytán egy Szűcs Nándor nevű szexádi könyvkötő révén, akihez egyszer teljesen véletlenül keveredtem, és ő mesélt a nyomdaiparról. És valami olyan csodálatos örömmel és gazdagsággal tudott mesélni róla, mint egy jó nőről szoktak. És én láthatatlanba beleszerettem ebbe a szakmába. Anélkül, hogy valaha életemben nyomdába lettem volna, vagy tudtam volna, hogy mit csinálnak ott igazán. És nem is igazán voltam jó mérnök, hogy őszinte legyek. Nem is nagyon szerettem, és művészeti gimnáziumból kerültem én a vegyipari területre. Elmentem a nyomdába, és ott jelentkeztem. Akkor nem kellett, és egy olyan fél év múlva szóltak, hogy most ellenben eljöhetek ide nyomdai grafikusnak. Nem igazán tudtam, mit jelent. Danóci Balázs hívott meg, aki akkor a főmérnöke volt ennek a nyomdának. És Utána, amikor bekerültem, akkor autodidakta módon a szakmunkás tanuló könyvtől a főiskolai könyvig egyszerre megtanultam ezt a szakmát. Nagy örömmel csináltam, végre azt tanulhattam, amit csinálni is akarok. Aztán véletlenül egy alkalommal Pestről egyik könyvkiadótól itt volt egy úriember, és nagyon gyorsan keretnek egy könyvborító. Kérdezte, hogy van-e itt, van -e itt valaki, aki ilyesmivel foglalkozik. Mondták, hogy itt van egy fiatalember, aki rajzolgat, megcsináltam, tetszett neki, és utána folyamatosan aztán több kiadónál, is több száz könyvig jutottam el. Ez volt az első alkalmazó grafikai kirándulás, és tulajdonképpen... Ez mi mond... volt, bocsánat, Péter, ez a könyv? Emlékszik a könyv címére? Nem. Nem, megmondom őszintén, nem. Nem. Ez a, ez a Kossuth könyvkiadó volt, és akkor nagyon sok ilyen politikai jellegű, meg közgazdasági jellegű, meg ilyesféle könyveket adtak ki, tehát nem egy, egy regény vagy valami ehhez hasonló, hanem valami elvontabb valami, ami azért volt izgalmas, mert, mert egy, egy, egy Hamletről, vagy egy, egy Shakespeare könyvet, vagy valami, és viszonylag élvezetesebb tervezni, mint egy értelmiség a szocialista országokban című műalkotásnak a borítóját elkészíteni. A könyv az ma is nagy szerelmem maradt. Tehát a, a, a mi szakmánkban, az alkalmazott grafikai szakmában a művészeti rész, amit én mondtam, hogy a 40-50 százalék, ebbe az esetben azért lenni jóval több. Tehát a könyvnél jóval több, van, aminél kevesebb, de a könyv az igazi művészeti ág. Tehát szépen könyvet csinálni, nagy felkészültséget kíván, nagyon sokféle szakmának az ötvöződését jelenti, nagyon sokan dolgoznak előtte is utána a tervező munkájánál, tehát ez azért egy sokkal, de sokkal bonyolultabb, mint a többi. Péter, hogy kell elképzelni ezt a munkát? Tehát hogy épülnek itt egymásra a munka Mivel dolgozik? Hogyan dolgozik? Mennyi idő kell ahhoz, hogy létrejöjjön egy kész termék? Hát ma már nagyon sokat változott. Tehát ha ezt most megkérdezte volna, mondjuk 8 éve korábban, valószínűleg egészen mást mondtam volna, akkor mindent kézzel kellett megrajzolni. Tehát akkor, amit rajzoltunk, az, az tus kihúzót jelentett, ecsetet jelentett, különböző ilyen, ilyen kézi technikákat. Nem is voltunk ilyen sokan, mint most, mert akkor két megyében voltunk hárman, négyen alkalmazott grafikusok, most Szexárnon van ilyen stúdió legalább 10-15, de hát most a számítógép jelenti ezt. Én is elkezdtem jóval korábban, mint, a, mint ahogy a számítógépek a piacra kikerültek, nyomdaipari számítógépekkel foglalkozni. Magyarországon is, külföldön is. Nekem ebben az esetben nagyon nagy szerencsém volt a reál előképzettség. Végül is igazán a nyomdaiparban nagyon nagy szerencse. Tehát ha valaki nekiáll egy ilyen szakmának, akkor ahol a, ahol a, a, a milliméter még tíz részre osztható, ott a, a reál gondolkodás nagyon sokat számít, a kivitelezés esztétikai oldalán pedig a humán gondolkodás. Tehát én sose hittem volna, hogy valaha hasznát veszem annak, hogy én bérnök vagyok, de végül is a nyomdaiparban ez megtörtént. Ez tényleg igaz, hiszen amit csinálunk, az technikával valósul meg. Vegyipari oldala van, fénytani oldala van, nagyon sokféle egyéb, egyéb képzettséget is igényel ahhoz, hogy valaki egy jó könyvet tudjon csinálni, vagy egy jó grafikát. Mennyi idő tehát egy ilyen munka elkészítése, hát... mondjuk? Megtervezi? kivitelezi, mennyi időt kell -e Hát csináltam reszelni? könyvet én már három évig is, csináltam egy hónapig is. Ez, ez attól függ, hogy mit tartalmaz ez a könyv, tehát lehet egy könyv, amiben sok kép van, lehet egy könyv, ami nagyon igényes tipográfia, lehet olyan, ami csak szöveg, egy regény például, amit sokkal gyorsabban meg lehet csinálni, ahol a fontosság az az, hogy olvasható legyen a betűje, a sortávolsága, nagyon sokan nem is sejtik, hogy mennyi csapda rejlik abba, hogy egy könyvet, egy bármilyen egyszerű kiadványt megcsinál. Nagyon sok ember, amikor elalszik a könyv mellett otthon, vagy a tanulás közben, mit tudom én, két oldal után leesik a feje, akkor az gyanítja, hogy esetleg a mai napja nagyon nehéz, vagy a szemüvege romlik, vagy a szeme rosszabb már. De ez nem mindig így van. Nagyon sokszor a tervező a hibás. Ha rossz sortávolságot, rossz betűtípust, rossz, rossz betűközt, rossz uh, méretet választott, rossz könyvméretet választott például. Nagyon sok mindentől függ az, hogy, hogy egy könyv élvezhető legyen, anélkül, hogy ezt tudnánk, anélkül, hogy tudná az, aki olvas, és ez a, ez a tervezőnek azért nagyon nagy felelőssége. Nem lehet visszanyomozni, hogy ezt ő csinálta, legalábbis nem szokták visszanyomozni ha egyáltalán rájön az, hogy a könyv de lehetőségek a lehetőségek között ott van. Hát elvileg ott van, de én még nem hallottam volna, hogy valakit megvertek volna azért, mert rossz betűtípust választott. De meg lehetne verni. Péter, a könyv az egy szerelem, ugye? Más egyéb területek hogyan jöttek a szakma folyamán? A címkének megint egy, címkének a, a kiindulását megint tudom. Danóci Balázs, akit már említettem, Veszprémbe került nyomdaigazgatónak, és szerette volna a Balaton felvidék borcímkéjét a Veszprémi nyomdába megszerezni, de kellett hozzá egy grafikus, mert a konkurens nyomdának volt grafikus, aki csinálta, és megkért, hogy, hogy tervezek neki. Én akkor megterveztem életem első borcímkéjét, az az elemben megvan, azt tudom, ez a Somlói Jufark volt, és miután nem értettem a borcímkékhez, meg segédfogalma se volt, hogy hogy kell borcímkét tervezni, és akkor nem is nagyon sok volt még, egy eléggé fura, aszimmetrikus címkét csináltam, amit a borászok egy része ö, lelkesen fogadott, a másik része szidott, mint a bokrot, de a végeredmény az lett, hogy elég sokat beszéltek ahhoz róla, hogy, hogy ö, rengeteg munkám lett hirtelen. És akkor nagyon sok borcímkét csináltam. Először a Balatonfelvidék, aztán villány jött, aztán ö, a többi borvidék tokaik bezárólag, majdnem azt mondhatnám, hogy a legkevesebb szexárdon volt. Péter, lehet azt mondani, hogy ma, amikor bemegy egy üzletbe, akkor bizony nagyon sok minden visszaköszön, ami az ön munkája? Változó. Van, volt egy időszak, amikor szinte nem volt más borcímke a boltban, mint az enyém, aztán utána ebbe bele lehet fáradni. Tehát, mikor valaki a 18. Rizling Szilváni címkét csinálja, amiben igazából nagy különbség nincs, tehát a formája, a mérete, a rákerülő szöveg mind ugyanaz. Tehát, és mégis másnak kell lenni, mert hiszen egymás konkurenciái. Tehát egy idő után ebbe bele lehet fásulni, és akkor mást kell csinálni. Tehát van, amikor a plakátok voltak, amik visszaköszöntek, van, amikor a borcinkék, van, amikor könyvek köszöntek vissza, van, amikor csomagolás technika, a tészta csomagolástól kezdve a nem tudom micsodáig. Mindig valami. Tehát valami mindig visszaköszön. Valamikor a prospektusok például, vagy cégemblémák, vagy városcímerek, vagy nem is tudnám megmondani, mik. Nagyon sok. Volt olyan, hogy ö, ö, ott állt egy üzletben, és akkor hallotta, hogy valaki éppen bírálta a munkáját. Tehát ez most lehet dicséret, lehet esetleg valami ö, kritika is, de ön ott állt éppen, és akkor valaki mondott valamit, és hát nem is gondolta. Nem. Az illető, nem. nem. Mégpedig azért nem, mert igazán, ahogy az elején mondta, senkinek eszébe se jut, hogy ezt valaki tervezi. Tehát odaig sem jutunk el, mert bírálatot Nem. A mondunk. kiválasztás ö, már maga a zsűri. Értem. Tehát ha oda nyúlok én valamiért, ami tetszik, még akkor is, ha nem veszem meg, hanem visszarakom, de már oda érte, az azt jelenti, hogy valamilyen módon megragadta a figyelmemet. És igazából ez a zsűri. Tehát a zsűri az, hogy a sok hasonlóból észreveszem én mikor én tervezek, mindig az adott helyen tervezek. Én borcímkét a bolt boros pultja előtt tervezek, és nem otthon az íróasztalnál. Tehát azt, hogy milyen, a milyen borcímkének kell most ide kerülni, amit észrevesznek az emberek. Tipikus példája ez a plakát história, amikor valaki egyszer kimegy és tervez egy fekete plakátot a sok fehér plakát közés, meglátják, azt mondják, hogy jó, de csodálatos, ezt messziről meg lehet ismerni, ilyet kell csinálni, és utána mindenki fekete plakátot tervez, és már nem lehet megismerni, és az győz, aki utána megint egy fehéret. Ha nincs kinn az utcán, nem tudja, hogy melyik az, amelyiket most észrevennének. Tehát a mi szakmánk azért nem íróasztal szakma. Ott kell tervezni, ahol a, ahol a mű van, ahol a mű előfordul. Péter, mennyi minden született az ön keze alatt? Tehát most, hogyha egy körülbelüli számot lehet-e egyáltalán, vagy nagyon buta a kérdés? Nem buta a kérdés. Én, én magam döbbentem meg, amikor a kiállításra készülve elkezdtem visszafelé gyalogolni a, a, az időbe, és hát körülbelül ez 30 évet ölel fel ez, a, ez az anyag. Ami ki van állítva most, az, az a nagy részben az utolsó 10 évnek egy bizonyos százaléka a művészetek házába, több tízezerről van szó. Tehát ö, olyan iszonyatos mennyiség, hogy én egyszerűen megdöbbentem, a válogatás tartott fél évig ez a kiállítás előtt, és az utolsó percben készültem csak el, hogy mi került a kiállításra, ö, azt az anyagot ö, nagyon nehezen tudtam összeállítani, egyszerűen mindig találtam valamit, amire arra gondoltam, hogy ennek még be kéne kerülni, vagy még ez, ez még fontos volt, e, nagyon nehéz, nagyon-nagyon sok, nagyon sok az anyag volt olyan év, mikor úgy visszamenőleg megnéztem, hogy majdnem annyi grafikát csináltam, ahány nap volt az évben. De ezek között volt könyv. <laughs> nagyon, én nagyon gyorsan dolgozom. Tehát viszonylag gyorsan dolgozom, és a tervezési idő, ami a legtöbbet fölemészti, az most uh, sokkal könnyebbé vált, hogy nem kell a kivitelezéssel annyit foglalkozni, hiszen a számítógép nagyon sokat segít ebbe. A tervezési idő nálam megint csak nem kötődik valamilyen helyhez. Én autóba, utcán, sétálva, nem is ismerek meg senkit az utcán, sétálva szoktam tervezni. Tehát meg előttem van egy, egy rajzlap az utcán, és én arra rajzolok az agyamba, és mire, mire hazaérek addigra, nagyon sokszor már kész, egész, csak egyszer meg kell csinálni, kész mű van a fejembe. Péter, a művészetek házába, tehát mondtuk, május 25-ig látható ez a kiállítás. Azért is érdemes beszélnünk magáról, arról a dologról, hogy Ebből az anyagból kiállítás született, mert a művészetek házában ilyen még soha nem volt. És bizony, hogyha most valaki csak úgy betéved, akkor, akkor meg is lepődhet, hogy egyáltalán mi az, ami itt ki van állítva. Hiszen ez egy nagyon különleges dolog, és ahogy ön mondta beszélgetésünk előtt, országosan sem jellemző, hogy az alkalmazott grafikából kiállítás születik. Nagyon sokáig gondolkodtam egyáltalán azon, hogy csináljak-e ilyen kiállítást. Ez már megérett egy kicsit korábban, de, de nagyon sokat vívódtam azon, hogy érdemese nekünk egyáltalán egy ilyen alkalommal kiragadni egy szeletet az életünkből, hiszen mi nem egy, egy lezárt korszakot mutatunk meg valamiből, hanem egy ilyen esetleges ö, olyan világot, ami, ami miután mindig valamilyen ízlést tükröz, gyakorlatilag a 10-15 évvel ezelőtti munkák lehetséges, hogy ma már teljesen élvezhetetlenek. Mind ahogy például a kiállításon a sok száz könyvből szinte alig van kiállítva, rá kellett döbbennem, hogy a mai könyvkészítési technika olyan iszonyatosan nagyot fejlődött, hogy azokat a könyveket, amit én akkor valami csodálatos műnek tartottam, ezek a könyvek ma kiállíthatatlanok, nem is kerültek ki. Tehát nagyon nehéz megtalálni azt, amit, ami egy, egy, egy hosszú távon is értéket képvisel. Tehát ebben a szakmában nem biztos, hogy, hogy mint a bornál, hogy egy idő után mondjuk, mondjuk élvezeti értéke növekszik, itt lehet, hogy csökken. Ez nem biztos. Tehát nem törvényszerű. Vannak olyan munkák, amik egy címer, vagy, vagy például a borcimkék, mert itt a nagy része a 80-as évek borcímkéi, És meglepődtem azon, hogy azért annyira nem kell szégyenkezni miattuk. Pedig nagyon régiek. Tehát a munkák, vannak plakátok például, a plakátok mind a 70-es években készültek, amik ki vannak állítva, és teljesen megdöbbentem jó magam is, hogy, hogy ezektől végül is ma is bármikor kiállíthatók lennének. Mik a visszajelzések a kiállítás után, vagy éppen a megnyitó után, amikor ott beszélgetett a meghívottakkal, az érdeklődőkkel, akkor mit, mit tolmácsoltak önnek? Nagyon meglepődtem azon, hogy több mint 200-an voltak a megnyitón, és Hát ott a visszajelzés nagyon pozitív volt, ami a, a, illetve hát a pozitív alatt én azt értem, hogy a legtöbb, ami elhangzott, hogy én nem is gondoltam volna. Ez a mondat Igen. szinte minden percben és elhangzott. bevallom, hogy én ezt már nagyon sokaktól hallottam. Hogy nem is gondoltam volna, és nem azt, hogy hogy én ilyen csinálok, hanem hogy ezt is én. Igen. E, és hogy ez innen szexről és hogy, hogy ez A itt valaki származik. Most a, a készülődés során megtaláltam azt a levelet, amivel a Nemzeti Bank akkori elnök helyettesen megbízott a Kereskedelmi és Hitelbank emblémájának a tervezésével, ami az első kereskedelmi bank volt Magyarországon. És nagyon érdekes volt, életem egyik legrosszabb fizető munkája volt egyébként, de akkoriban ennyit keresett egy, egy grafikus, tehát nem ők fizettek rosszul, hanem nem is lehetett többet. Nagyon érdekes, hogy hogy egy ilyen munka például ma már szinte elképzelhetetlen anélkül, hogy egy országos pályázatot írjanak ki. Ez akkor személyes megbízás volt. Igaz, hogy én akkor megkaptam a Tótfalusi díjat pont előtte közvetlenül, ami mondjuk elég ritka Magyarországon, mert nem vagyunk 20 egy néhánynál többen az élők között. Úgyhogy, úgyhogy ennek a díjnak köszönhetően, mert ez ugyanabban az év, azt hiszem egy éve később kaptam én ezt a megbízást. Mit jelentett az a díj akkor? Hát ha az érté... ez évben egyet adtak ki ebből a díjból, minden évben, méghozzá elég nagy létszámú zsűri bírálta, mert a minisztertanács aláírása, a, a képzőművészeti szövetség, a nem tudom kicsoda, nagyon sokan. Tehát mondhatni azt, hogy elég nagy, magas szintű szakmai zsűri. Hát annyi pénzt az, adtak aki... vele, mint a Kossuth díjjal, ha ez mond valamit. Tehát gyakorlatilag ezt a díjat egy grafikus kaphatta meg egy évbe, ez a Mikosú díjunk, ez a, ez a tótfalusi díj, és tulajdonképpen ennek köszönhetően most is államvizsgáztatok például az Iparművészeti egyetemen, ahol az Ivizsgabizottság nagy része ilyen tótfalusi díjas. Ez érdekes például, amit mond, mert pont azon gondolkodtam, hogy gondolom ön olyan emberek közé tartozik, akiknek a, a hobbiuk egyben a munkájuk is valamilyen szinten, de hogy emellett azért mire van idő, akkor íme egy válasz már, hogy hogy ugye vizsgáztat is. Hát én tanítok is, a, itt a Gábor Dénesen tanítok a, a számítógépes grafikát és a, a tipográfiát, ami tulajdonképpen szövegszerkesztés címén kellene tanítanom, de én nem azt tanítom, mert azt könyvből is meg lehet tanulni, én inkább egy kis tipográfiát tanítok, hogy megtanulja azt, aki gép közelébe kerül és szöveggel foglalkozik, hogy egy szöveg mit jelent. Pont amiről a korábban is beszéltem, hogy ennek vannak saját törvényei. Az Iparművészeti Egyetemen 12 év óta, most számoltam éppen ki, 12 év óta államvizsgáztatok és felvételiztetek a tipográf, felsőfokú tipográfus képzőbe. Kisebb számítógépes iskolákba is tanítok. Hát azon kívül még én nagyon sok mindent csinálok, mert találkoztunk mi már más területen is, úgyhogy, úgyhogy uh, jegyes oktatástól a hétvégéig és így tovább. Igen. Tehát nagyon sok mindennel uh, foglalkozom, még ez a sok grafikai munka mellett is. Meg hát van egy csodálatos családom, akivel néha kellene foglalkoznom, <laughs> sokat, sokat tud az ember csinálni, ha, ha beosztja valahogy az idejét. Peter említette, hogy bár én a felvezetőben kis utaltam arra, hogy valamiféleképpen egy lezárás is lehet ez a tárlat, de ön azt mondta, hogy ez nem lezárás, ez tulajdonképpen csak egy összegzés talán az eddigi munkákból. A jövő merre mutat? Ugye beszéltünk arról is, hogy itt most egy nagyon gyors fejlődés ment át ezen a területen, köszönhető itt a számítógép egyre növekvő varázsának és hát egyre nagyobb tudásának. És hát természetesen a jövő az, az azért még ilyesmit tartogat számunkra, egyre nagyobb léptékű fejlődést. Hogyan látja, mit, mit hoz a jövő az alkalmazott grafikában önnek? Hát valószínűleg nekem ugyanazt hozza, mint az ország többi alkalmazott grafikusának, mégpedig azt, hogy az Európa felé való közeledés nekünk egy nagyon nagy kihívást jelent. Ma már azért a mi csomagolás technikánk, ami nagyon-nagyon hangsúlyosan ö, kerül ladba most már a mi életünkbe, tehát az alkalmazott grafikusok életébe, egyre fontosabbá válik. Nem elég egy terméket egy országba jó színvonalon legyártani, ezt a terméket valamilyen módon csomagolni kell. És ez a, ennek a csomagolásnak versenyképessé tétele a nemzetközi piacon, ez egy sokkal fontosabb dolog, mint az, hogy egy borcímkét el lehet adni mondjuk itt, Szárdon vagy Budapesten, de az, hogy a rengeteg francia, olasz és egyéb borok mellett is ez egy, ez egy versenyképes termék legyen, nem csak a belsői, hanem a külsejébe is, ez egy nagyon komoly feladatot jelent nekünk. És ez nem csak, mint, mint alkalmazott grafikus érint engem, hanem mint az, aki tanít, az, aki egy generációnak a, a jövőbeli elgondolásait, valamilyen módon vezérelni képes vagy kénytelen. Én szerintem ezen a területen nagyon nagy feladataink vannak. Például? Például meg kell tanulnunk azt, hogy a, a rosszul kivitelezett nyomdaipari és egyéb termék az ugyanolyan szemetelést jelent, mintha az utcán eldobok valamit. Tehát egy csomó selejtes helyesírásilag, helyesírási szempontból hibás könyv, prospektus, csomagolás, ízléstelenül elkészült, kicses termék, mindenképpen minden szempontból ártalmas, most még csak esztétikailag, egy pár év múlva nagyon zsebre menően lesz ártalmas. Ugyanis nyugaton nagyon komoly a cégek oldaláról, tehát a megrendelő cégek oldaláról a szakmai felkészültség bizonyos munkák elvégzésében. Ma, már ez, ma még ez nálunk nagyon gyerekcipőben van. Tehát gyakorlatilag a cégek nem tudják eldönteni, hogy most Kóklertől kaptak munkát, vagy szakembertől. Nagyon sok esetben. Tehát eh, én nagyon sok munkát elvesztettem például azért, mert én nagyon komolyan veszem, amit csinálok, nekem nagyon drága és komoly szoftverjeim vannak, én minden szoftvert megveszek például, abból kiindulva, hogy aki szellemi terméket állít elő, az ne lopjon szellemi terméket. Na most ez azt jelenti, hogy én nem tudok olyan nagyon olcsó lenni, mint például egy grafikus, akinek van egy számítógépe, meg van egy, egy szoftverje, amit vagy szerzett, vagy vett, és azzal csinál mindent. Na most az egyszerű munkáim el is tűntek. Tehát én most már kimondottan nehéz, bonyolult munkákat csinálok. Tehát amit ilyen egy nap alatt meg lehetett csinálni, azokat elvitték. Ami nem baj, mert végül is a konkurencia az mindig hajtóerő. Hát én a saját konkurenciámat tanítom egyébként ebbe a városban, meg hát máshol is, hiszen ezek mind grafikusok lesznek, és azt fogják csinálni, amit én is. De én mindig azt mondtam, hogy ha jobbak, legyenek jobbak. De engem azért ez rákényszerít arra, hogy mégiscsak én legyek a jobb valamennyivel. Péter, nekünk mit tanácsol? A befogadónak, a fogyasztónak? Na most, ha, ha hirtelen akartam volna válaszolni, azt mondtam volna, hogy ne higgyen a szemének, de azért azt nem mondom itt is van egy kis gond, és ez megint ö, sokkal, sokkal bonyolultabb. Ö, nem is annyira a fogadó oldaláról szeretnék ebbe itt elindulni, hanem, hanem amikor valaki tervez, vagy terveztet valamit, akkor a csomagolás anyag nem azt jelenti, hogy a grafikus ö, apait, anyait beleadva megtervezi a legcsodálatosabb dolgot, amit kitalál, hanem valamilyen módon ennek a csomagolásnak, ennek a, ennek a terméknek kívülről is tükrözni kell a beltartalom minőségét. A borok, vagy bármilyen termék között van olcsóbb és van drágább. Meg kell tanulni azt, hogy a drágább terméknek elegánsabb, igényesebb legyen a külalakja, mint a kevésbé drágának, hiszen pont az, aki bemegy vásárolni, az ennek alapján fogja először eldönteni. A ért hozzá másodszor már a termék alapján, de először nem. Tehát, ha a külső csomagolóanyag, a csomagolás nem tükrözi a termék minőségét, a termék ö, külseje nem fedi azt a, azt a nem csak minőségi, hanem, hanem tartalmi funkciót is. Teszem azt például, én hallottam egyszer egy, egy reklám grafikusról, aki azt mondta, hogy egy fogónak külsőre látszani, egy fogónál látszani kell, hogy ez milyen vastag drótot tud elvágni, ha megveszem. Hiába csinálom egy nagyon erős anyagból egy vékony fogót, ami el tudja vágni a drótot, nem hiszem el a vásárláskor. Na most ez, ez egy kicsit már formatervezés is, de hát valahol ez is egy kicsit ez a szakma. Tehát ma még nem biztos, hogy, a, hogy ö, hinni lehet a szemének, minden esetben a vásárlónak, hiszen a grafikus nem foglalkozik azzal, hogy ennek a cégnek, akitől a megbízást kapta, van-e ennél rosszabb vagy jobb minőségű terméke. őnek az a cél, hogy az ő grafikáját elfogadjak, tehát apait, anyait beleadva, csinál egy jó vagy rossz grafikát, de nem egy folyamat ö, része ez a grafika. Szóval nekünk mindig, és ez nem a grafikus egyedül ebben nem tud lépni, ez a, ezt a megrendelővel együtt kell, elvégezni, mindig egy folyamat részeként kell dolgozni. Tehát ez nem könyvre vonatkozik, de a, a, a csomagolási és ipari termékekre minden esetben. A külsőnek mindenképpen tükrözni kell valamilyen módon a beltartalmat. Ha ezt nem tükrözöm, egyszerűen becsapok vásárlókat. Tehát ez olyan, mint, a, mint az aranyozott bádok. Tehát a, a kívülről nem lehet látni, hogy az a gyűrű milyen, csak amikor megfogja az ujjamat egy hét múlva, nem szabad becsapni a vásárlót. Ezt nekünk meg kell tanulni. Értem, Péter, egy záró kérdés. Ugye május 25-éig bárki megnézheti az ön munkáit a művészetek házában. Mit mondana, miért érdemes megnézni ezt a tárlatot? Hát ezt nehéz nekem mondani, mert, mert euh, én most azt mondanám, hogy azért, hogy a, hogy a Baki Péter statisztikája nőjön. <gül> <gül> ne ezt tudnám mondani, de 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 talán azért, hogy azt megnézzék, hogy, hogy mire is kell figyelni akkor, amikor vásárolnak valamit. Én nem azt mondom, hogy ott csupa jó grafika van kiállítva. Én azt mondom, hogy ott olyan grafikák vannak kiállítva, amit én akkor jónak tartottam, amikor megcsináltam, és aminek a 99%-a már ö, egyszer, valamilyen módon megmérettette magát kinn piacon. Nagyon kevés, ott, kevés az olyan grafika ott, amelyik, amelyik erre a kiállításra készült. Talán, talán, talán ha egy van az összes között, amit egy barátomnak terveztem, és ő nem is tudott róla egy, egy emblémát a borcimkéjéhez, amit ott látott ő is meg a kiállításon. De a többi az mind olyan, ami már valahol egyszer szerepelt. Tehát már megmérettetett valamilyen módon. Vagy nyert, vagy nem. Nem mondom azt, hogy ez mind jó grafika, de mind jó szándékú grafika. Ezt tudom mondani. Nézzék meg, és valami hasonlót keressenek, akkor, amikor egy prospektus csináltatnak, amikor egy bor, boros üveget megvesznek, hogy aztán milyen bor van benne, azt én nem tudom garantálni. Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt. A nézőknek megköszönöm a figyelmet, tartsanak velünk a legközelebb is viszontlátásra. Thank you.